Idén is szép eredményeket hoztak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákjai a szakma kiváló tanulója versenyen. Többek között a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolából három tanuló ért el kiemelkedő pontszámot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2008 óta szervezett versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes fizikai szakmák és a szakmatanulás népszerűsítése. Az SKTV a szakma kiváló tanulója verseny, az OSTV pedig az országos szakmai tanulmányi verseny. Mind a kettő ugye egy országos megmérettetésű verseny, ahol tulajdonképpen a gyakorlatorientált szakmákban induló diákoknak a tudását mérik több fordulóban. Az első fordulót a területileg illetékes kamara szervezi, és az első fordulón elért eredmények alapján jutnak tovább a tanulók a következő fordulókban. Sajnos ebben az évben a vírushelyzet miatt az első fordulót tudták csak megszervezni, és az itt kialakult eredmények alapján lett egy végleges ranglista, és az itt elért eredmények tekintetében a mi diákjaink is mentességet szereztek a komplex szakmai vizsga, írásbeli vizsga tevékenysége alól, mert olyan szépen szerepeltek. Az iskolából több diák indult több szakmában. Indultak szakácsok, indultak cukrászok, pincérek és vendéglátás szervezők, de igazából a legszebb eredményt azt a vendéglátás szervező diákok érték el. A vendéglátás szervező szakmában három diákunk ért el nagyon szép eredményt. A versenyen jól szereplő diákok, akik legalább 60%-os eredményt értek el, mentesülnek a szakmai vizsgájuk írásbeli része alól. Szerencsére nekem is meglett a 60% minimálisan, ami miatt ugye nem kell letennem a vizsgát még egyszer, így az 5-ös értékelést megkapom az év végén, így csak a másik két tantárgyamból kell vizsgáznom. Legalább egy annyit láthat belőle az ember, hogy legalább eddig fel van készülve, ennyit tud, és mennyit kell még ahhoz, hogy még jobb legyen, vagy már elég jó ahhoz, hogy meglegyen egy ilyen vizsga, de egy alap felmérésnek tökéletes. Boldogsággal töltött el természetesen, hogy meglett, és hogy legalább a felkészülés és a tanulás nem veszett kárba. Az órán ugye sokat figyeltem, ott az órai feladatokat megcsináltam, plusz feladatokat kértem a tanárnőt, hogy még jobban menjen. Szóval egy ilyen napi egy óra felkészülés, az bőven elég. Az igazgató helyettes azt mondja, már éveleje óta készültek a megmérettetésre. A lányok egyébként nagyon ügyesek. Ők egy 2 éves technikusi képzésbe vesznek részt, amely érettségire épülő képzés. Amikor ők már ide kerültek, én már akkor láttam, hogy ők nagyon jó logikai gondolkodással rendelkeznek, szorgalmasak emellett, és nyilván ez a szorgalom és ez a kis jó logikus gondolkodás meghozta az eredményét. Tudatosan készültünk erre a versenyre, éveleje óta szervezzük a... Hát úgy hívjuk mi azt, hogy vizsgafelkészítő, de emellett ugye nyilván a versenyre is készítjük őket. És az itteni megtartott versenyfelkészítők plusz az otthoni szorgalom meghozta a gyümölcsét. Azt jelenti, hogy a szakmai vizsgájuk írásbeli vizsgatevékenysége alól mentességet szereznek, és bármilyen eredményt érnek el ezen a versenyen, ez ott a vizsgán jelesnek számít. Ha nem is a legjobbak, de még a gyengébbek is indulhatnak, mert megmérettetik magukat, tehát egy visszajelzés a tudásukról, hogy mi az, amit esetleg még be kell pótolni a szakmai vizsgáig.